FIFA 16. Sziasztok, én Pepecs vagyok, ez pedig itt a FIFA 16 Bursaspor karriermód újabb része. Elég rég nem volt már videó, de most újból lesz, úgyhogy folytatjuk is a karrierünket. Mersin csapata ellen játszunk. Úgyhogy meg is nézzük, hogy ők hanyadik helyen állnak egyelőre. 12. Akkor összeállítjuk a keretünket. Mennyi pénzünk van még? Igen, elég kevés már. Jó. Akkor így. Jó. Beállítjuk az embereket. Sivók, Aziz, Tasdemir. Erdogan az ellenbe lesz majd jó. Egyelőre, és akkor Donnarumma is bemutatkozik most már. Így is van. És Erdogan is a cserék közé kerül. Hozzá. Fati helyett így jó lesz. Al Muwalladnak is majd kéne. Szintén. Lehetőséget adni. Úgyhogy ő... így be fog állni szintén. És akkor lássuk is a meccset. Otthon játszunk. Reméljük jó kis meccs lesz. Donnarumma szépen teljesít. Reméljük, hogy ő jól fog tudni itt fejlődni a csapatunkba, ha már sikerült megszereznünk. Azt hiszem kölcsönben. Na jó, most már mehetnénk tovább. Így is van, hogy kezdődjön a mérkőzés. Igen, tehát Bursaspor Mersin. Szépen megtelt a stadion. Reméljük, hogy tudunk nyerni. Kezdjük is. Most pedig vissza kell érnünk gyorsan, hogy Donnarumma. Nem a legjobb kidobás volt, de szerencsére les lett a vége. Hosszagály. Szív megy a szélen. Egy-két cselt bemutat. De visszakerül a Dzsákhoz. Leszír. Eléggé szerencsétlenkedünk egyelőre. Ez nem volt messze, de sajnos mellé ment. Nem tudom, hogy mostanában a videózás terén mi lesz. Most igazából ebbe a nagy melegben nem volt annyira kedvem videózni. Úgyhogy ez is csak most úgy eszembe jutott, hogy kéne már videó, úgyhogy most azért csinálok.
majd kiderül, hogy milyen videók lesznek, még eldöntöm. Lehet, hogy lesznek majd Forma 1-es videók is, mivel most egy új kormányt sikerült beszereznem. Úgyhogy az is lehetséges. Majd még kiderül. Ti is írhattok játékötleteket, hogy miből legyen még videó. Közben még mindig 0-0 az állás. Úgyhogy most már legalább el kéne kezdenünk valamit támadni. Egy gíren játszunk most. Hát igen. És itt is az eredménye. 1-0-ás hátrányba kerültünk. Tényleg össze kéne szedni magunkat. Lehet, hogy most inkább el is hallgatok itt a következő percekre, hogy tudjak koncentrálni egy kicsit. Már is sikerült egy helyzetet kialakítanunk, és egy szöglet következik most. De nem láttam, hogy Zsuzsáknak milyen szűke haja van már, hát ezt én nem is láttam. Fú, ez is közel volt. Egyébként benn van egy ilyen grafikai patch, ami mindent megváltoztat, a játékosok arcát, labdákat, cipőket, pálya is szebben néz ki. És amiatt lehet, hogy a máshogy néznek ki, mint az alapverzióba. Kicsit fölturbozza a játékot. Ez mit csinál? Most komoly. Ez egy vicc. És kapufa. És még sárga is lesz. Sivoknak. Ezt pedig kivágják. Egyszerűen most nem megy valamiért. Itt elszoktam tőle, lehet, mert nem játszottam már rég. Egyszerűen nem tudjuk belőni. Gyerünk már. De azaz. Így kell lesz. Ez meg lesz. Pedig már végre közelítünk a kapu felé. De szuper, megkerüli. És mellé megy ez is.
azaz Karatszan. Dudák, úristen! Ez... Igen, nem, de szutter volt. Bocsánat. Hogy lehet ilyet kihagyni? Közben meg megint ők támadnak, és... Nem kéne hagyni. Így is van. Jól van, 1-0-ás vesztésre állunk a fél időben, úgyhogy a második fél időt meg kéne húzni nagyon. Lehet, hogy majd cserélek is később. Behozzuk a többi magyart. Hát, ha ők majd tudnak segíteni. Ez is sárga. Ez nem igaz. Nem volt semmi. Gyerünk, de szutter, azaz Zsuzsák, Zsuzsák indul. Gyerünk, Zsuzsák. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jó, szöglet, az is jó. Ó, de szép. Végre sikerült betalálni. Érdekes mozdulat volt ez, de... Fél olló volt, fél olló nagyjából. Serdar Aziz, ő a csapatkapitány. Úgyhogy egy-egy az állás. Na, kéne végre belelendülnünk. Reméljük most már megjön a... A... jobb játék. Ó, batájá, azaz! Pedig szép játék volt. Na, most végre legalább már a labda nálunk van. Ezt kéne tartani. Mert az egy-egy nem a legjobb. Meg kéne nyerni. Ah, csak nem éri el. Annyira azért nem gyors. Remélem egyébként a hangok is rendben lesznek. És fog minden hallatszani szépen. Elvileg megvan a beállítás, hogy milyen hangosnak kell lenni a játéknak. Azt fölírtam egy... Hogy fölírtam, hogy megjegyezzem. És így most elvileg jó a hang. Na, nem kéne passzolgatni, lőni kell. De mondt, írták egyszer a kommentben, nem kell túl bonyolítani. Megpróbálom ilyen egyszerűbben akkor most. De igazából nem biztos, hogy úgy is sikerül, mert nem vagyok azért legjobb fifás. Csak senki. Ó, Donnarumma, hát ez kellett nagyon. Nem szabadna őket megint lépéserőnybe hagyni. Na, ez nekünk lesz bedobás. Mehetünk is. Mindenhol ott vannak. Mindenhol. Itt sincs senki. Na jó, cseréljünk egyet. Vagy kettőt. Batalja helyett bejön.
Nagy Ádámot nem vetjük most be. Hát... Karácsán helyére jön Nagy Ádám, az biztos. Batalja helyére viszont. Nem, Stok nem jó oda. Dudzsák sem. Hát, végső esetben akkor Erdogánt megnézzük, hogy ő mit tud. És egyelőre akkor ennyi. Ja, lassulnak értem a játékosokat, lehet, hogy tényleg azok is, de... Az a Karácsán. Mellé. Dudzsákkal rárúgjuk. Megnézzük, kíváncsi vagyok. Hát nem volt a legjobb, ide inkább egy jobb lábas kellett volna. Az meg kéz, akkor ezt pedig beíveljük. Nem is rosszul! Kapufa. Megint szerencsétlenek vagyunk. De Nagy Ádám szépen oda rúgta a kapu elé. Hát még a bíró is velük van, hát ez nem igaz. Jó, cserélünk még egyet. Méghozzá lejön. Neszid, bejön Balog. Szép, milyen szép becsúszó szerelés. És megoldja, hogy a miénk legyen. Nem. Nincs a játékunkban semmilyen fantázia, nem tudom mit csinálni. Gyerünk Balog, gyerünk! Azaz, szép! És kivédi ezt is! Hát, ez lehet, hogy X lesz. Hát, igen, úgy tűnik. Sajnos. Viszont gondolkodtam itt a rész közben. Ha már nem volt videó egy ideig, akkor most lehet, hogy ebben a videóban két meccs lesz. Úgyhogy megnézzük a következőt is még. Reméljük, hogy most sikerül nyernünk. Nézzük az edzést. Na, Nagy Ádám szépen fejlődik. Ez is a cél, hogy minél jobbak legyenek a játékosaink. És a Galatasaray ellen jön a nagy rangadó. Na, megnézzük, hogy a Fati mit tud.
cserék pedig így ok lesznek szerintem. Vallad, az melyik oldalra jó? Jó. És mi van, ha dzsuzsákkal megcserélnénk egyszer őket így? Kiderül. Megnézzük, hogy mi lesz a helyzet vele. És akkor nézzük a Galatasaray elleni idegenbeli mérkőzésünket. A rangadót. Jó lenne a győzelmet megszerezni ellenük. Na jó, hát ez... Na jó, nézzük már tovább, menjünk. Jó. És akkor a Sanderson Parkból köszöntjük a nézőket. Bursaspor Galatasaray mérkőzés. Reméljük a legjobbakat. Az ellenfelünk erős, az biztos. A legerősebb török csapatok között tartják őket számon. De nem szabad tőlük megijedni. Mert De Sutter már támad is. Viszont Denier szerel. Csecsú. Unutbult. Van Podolski is. És a bedobás pedig a miénk. Gyerünk, De Sutter. Ez megpattant, szöglet lesz. Ebbe pedig már nem sok erő volt. Úgy döntöttem, hogy valószínűleg marad Donnarumma a kapuban, hogy szépen fejlődgessen. Nem lehet ilyeneket csinálni, mert azonnal ott vannak. Még passzoljuk is el. Megyünk a beadásokra, hogyha más nincs. Stock szépen elveszi. És sikerül is elvinnie. Átesz másik. De így is jó! Húhú, mit szerencsétlenkedik itt ez a kapus? Én eredetileg Dzsuzsáknak akartam a túloldalra adni, de... így sem volt olyan rossz. Ez se volt messze. Kezdünk talán belerendülni.
Stock érkezik itt a szélen. Na, egy jó helyzetből jöhet a szabad rúgás, amit Zsuzsák be fog adni, vagy tudjuk rá. Nézzük, van-e olyan jobb lábasunk, akivel rá tudjuk rúgni. Ó, itt van a Stock, megpróbáljuk. Közben a sorfa előrébb ment egy pár centivel, úgyhogy azt meg is bünteti a bíró. Nem volt az rossz, sőt. Ez sem ment mennyi van mellé, de igazából már gól kéne, nem csak helyzet. Kéne hagyni a támadást. Jó van, blokkoltunk. És ez Donnarumma maga biztosan leszedi. Na, bedobás következik. Most pedig egy szöget jöhet. Mindig szoros a mérkőzés. Ilyen bedobás nekünk. Az meg les volt. Nem is megyünk érte. Ezt viszont sikerült elhappolni. Zsuzsák kapufa! Azaz, Zsuzsák megszerzi, és még viszi, és szabadrúgást kapunk egy jó kis pozícióból, amit már akár Zsuzsák is el tud végezni, így is van. Ráküldjük erőből. Ez is nagy helyzet volt pedig. Milyen erős fejes volt az örkötén! Na, sivok! Ez nem imka kapufa! Én is csinálhatnák még ilyen kapufás montást, hogy... Mert ebben a játékban tényleg sok a kapufa. Igen, figyelni kéne. Az szokott lenni, hogy ha én próbálkozok sokat, akkor utána őrug egyet, az meg bemegy. Ez ilyen törvényszerű már. De fél időben 0-0 maradt az állás. Pedig voltak azért jó kis helyzeteink, amiket ha berúgunk, akkor már több góllal is vezethetnénk. Viszont megpróbáljuk ezt a gólt itt megszerezni a második fél időben. Ami nem biztos, hogy olyan könnyű feladat lesz, de próbálunk tenni az érdekében.
rúgjuk föl. Úgy is van. Ott indul Jack. És végre bekotorjuk azt az egy gólt. De megint kapufa volt, először. Zsuzsák szépen itt megfordult a labdával és rárúgta, ez már szép helyzet volt. Itt viszont egy kapufa volt, aztán utána tudsa berúgni, de nem baj, gól, az a lényeg, hogy 1-0-ra vezetünk. És azt meg is kéne tartani, vagy pedig még gólokat szerezni. Mondom, meg kéne tartani. Erről beszéltem. Nem kell hagyni az ilyeneket. Nem tartott sokáig az örömünk. Biztos láttál ott valakit, aztán annak passzoltál, de én nem láttam, úgyhogy lehet, hogy én vagyok a vak. De szerintem a másik az igaz, hogy nem volt ott senki. Önmagát indítja. Pedig nem ezt akartam. Hanem középre véltem azt beadni. Ez sem volt csúnya. Ez meg tovább száll a kapu előtt. Jó kis meccs az, igaz? Én úgy hiszem, hogy a védelemmel vannak bajok. Az nem megy most. Ez jó. Az viszont lökés. Na, innen a Zsuzsák megpróbálja újból. Ha már itt van. És egy szögletet sikerül belőle kihozni. Egymás lökik fel a játékosaim, hát mi már? Hát igen, ez a védelem továbbra sem a legstabilabb. Viszont akkor Stock helyett kipróbáljuk most már Muvalladot. Batalja helyett pedig most Yildirim jöjjön be. Lehet, hogy majd felállást is váltok, mert lehet, hogy ez nem a legmegfelelőbb, vagy... Megnézem majd még, hogy többi meccsen. Hogy tehát ez azért csúnya lett volna, ha ilyen gólt kapunk. Vagyis neki biztos szép, de hát... Úgy. Szuper. Köszi. Nem kéne egy hibákat elkövettünk, úgy inkább kirúgom. Ugyan már! Semmi nem volt. Jó. Ide kell még egy csere. Szerintem bejön. Nagy. Közben bocsánat, hogyha itt ilyen fúrás hangok vannak a háttérben, de a szembe való házba dolgoznak. És az ablakon behallatszik.
Gyerünk, Muvallad, mutasd meg a tempód. Ebbe több volt, mint ami kisült belőle. Nem kéne megint X-re végződnie. Nem jó az X. Ott indul. Kimegy a stadionból a labda. Ebben nem volt erő. Gyerünk, gyerünk, nyomjunk. Muvallad. De Sutter. Muvallad. Inkább bemegy Muvallad. Ez viszont el lett kapkodva. Ez a lövés. Egyébként, hogyha rosszul játszok, akkor nyugodtan adhattok ilyen tanácsokat, hogy mit kéne tennem, hogy tudjak javulni. Vagy hogyan kéne játszanom. Fú, ez bemegy. Utolsó támadás. Ezt is kivágják. Csak véd mindent, mert ő muszlira. Közben még Podolski berúgna a győztes gólt. Hova passzol? Nem oda nyomtam. Most fogja lefújni. Hát, ez is X lett. 1-1. Igazából sok helyzetünk volt, amit elpuskáztunk, több gólt is szerezhettünk volna, de vagy elkapkodtuk, vagy pedig nem volt szerencsénk. Én jól van, remélem a következő részben azért majd több sikerrel járunk. Úgyhogy most meg is nézzük még itt, hogy a közben Özjakupot elvitte a Tárzenál, pedig én is néztem őt, hogy ő az egyik legjobb ilyen török tehetség. De én meg elhoztam Erdogánt, viszont ő már 80-as, úgyhogy majd később az ő megszerzése is cél lesz. Végig nézzük még az átigazolási időszak befejező óráit. Közben itt vannak az átigazolások a ligából, meg a ligán kívülről is. Mindjárt meg is nézem, 7,4 milliót költöttünk, igen. Ez egy aránylag hosszú videó lesz, úgy tűnik. Na. Gökhan Akan. Itt hozta nekem az embereket. Edzünk még egyet, mert megnézzük, hogy ki hogyan fejlődött az elmúlt időszakban. Tabellán pedig a 6. helyet foglaljuk el.
majd akar játszani, úgyhogy ezt nem veszük ki, mert el fogom felejteni. Na, Donnarumma már is 71-es lett, ennek örülök. Oszogály viszont fejlődik vissza. Mi van? Egy CDM. De akkor meg mi a jó büdös francnak játszik itt? Hát ki mondta, hogy ez ide jó? Özgenc jó lesz ide. Azért jönnek ilyen... azon az oldalon ilyen támadásokkal egyfolytában. Elég öreg viszont már a csapat, azt vettem észre. Viszont Aziz még fiatalabb, meg Tazdemir is. Dzsák is kissé fejlődik. Batalja visszafejlődik. De Sutter az jó, Balog fejlődik. Nagy Ádám is. Erdogán is reméljük. És Búvállandot is remélem, hogy fog majd elérni sikereket. Günök. A kapus eddig is itt volt. Igen. És akkor itt vannak kölcsönösök. Jó. Jó, akkor szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Majd remélem, hogy nem sokára fog tudni jönni már a következő résztel is. Sziasztok!